Tisztelt Országgyűlés, most Grekszal Liliana, ukrán nemzetiségi szószóló napirendeleti felszállásra került sor, 5 perces időtartamban. Parancsoljon, megadom a szót. Szépen a szót, elnök úr. Шановний пане голово, шановні депутати, речники національних меншин, тисталь хазарник ур, тисталь кейпішелюк, і немзетішегі сосолок. Megtiszteltetés számomra, hogy a magyarországi ukrán nemzetiség frissen megválasztott szószólójaként napi rend előtt szólalhatok fel a Magyarország gyűlésben, és kifejezhetem köszönetemet ezáltal minden magyar embernek, aki segítséget nyújtott és segítséget nyújt a háború sújtotta Ukrajnának, illetve az Ukrajnából az agresszor támadása miatt menekülni kényszerülőknek. Igaz a mondás, hogy a bajban ismerszik meg a barát, hiszen mikor Oroszország megtámadta Ukrajnát, a magyar nép azonnal segítő, baráti jobbot nyújtott az ukrán népnek. Ukrán kötődés nélküli magyar civilek ezrei, parlament és önkormányzati képviselők, nemzetiségi szószólók és képviselők, közjogi méltóságok, a segélyszervezetek, a rendvédelmi szervek dolgozói, állami, önkormányzati és magánkézben levő intézmények és cégek képviselői, diákok jöttek el a pályaudvarra, utaztak a határra, hoztak adományokat már a háború első napjától kezdve, és próbáltak segíteni a rémült, reményvesztett ukránoknak, akik egy hátizsákba csomagolva az életüket, elhagyva az óvóhelyet, vagy pedig a rakéta támadással lerombolt házuk hűlt helyét, utaztak napokat tömött, levegőtlen vasúti kocsikban azért, hogy egy biztonságos országba érkezzenek. És Magyarország, a magyar nép befogadta és segíti a menekülteket szívvel, lélekkel. Hálásan köszönöm ezt a magyar kormánynak, az érintett minisztériumoknak, a rendvédelmi szervek és a kormányhivatalok dolgozóinak, a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsnak, az önkormányzatok, állami és magánkézben lévő intézmények dolgozóiknak, cégeknek, segélyszervezeteknek és nem utolsó sorban az önkénteseknek. Emellett köszönöm azt a humanitárius támogatást is, amit a magyar kormány Ukrajnának ajánlott fel. És bízom benne, hogy Magyarország és a nemzetközi közösség Ukrajna újjáépítésében is segíteni fog az ukrán győzelmet követően. És köszönök az ukrán kötődés nélküli minden magyar embernek minden jó szót, biztatást és az imát is. Hiszen hívő emberekként tudjuk, hogy ahol az ember már nem tud, ott az ima és a Jóisten még segíthet. Tisztelt képviselők, tisztelt szószólók! 104 napja folyik a véres háború Ukrajnában. Ártatlan civilek, hős katonák halnak meg nap mint nap, férfiak és nők kénytelenek elhagyni az otthonukat, fognak fegyvert, állnak hadba, hogy megvédjék a hazájukat. Vajon mit éreznek a szülők, akiknek az agresszor támadása következtében meghalt a gyermekük? És mit éreznek azok a gyermekek, akiknek nélkülözniük kell az édesapjukat, mert a fronton van, és nem tudják, hogy élve látják-e még valaha. Ismerek egy ukrán művészt, Iván Pölepec, aki megnyerte az egyik ukrajnai zenei tehetségkutatót, annyira gyönyörűen énekel. Meg is hívtuk ide Magyarországra, az Ukrán Kultúra Napjára, idén február 19-én énekelt is nekünk gyönyörűen. Most a 128-as kárpátaljai rohamdandárban szolgál, önként állt be a hazája szolgálatába. Három kisgyermeke és felesége várja otthon. Ismerem Szerhij Stakhovszkit, ukrán teniszezőt is, aki 2013-ban legyőzte Roger Federert Wimbledonban. Budapesten él orosz származású feleségével és három kisgyermekével. De mikor kitört a háború, önként állt be az ukrán területvédelmi erőkhöz, hogy védje a hazáját az agresszorral szemben. És ismerem Stanislav Kaluzsákot is Ivano-Frankivskból. 20 éves fiatal srác, vlogger volt a háború előtt, tele álmokkal, tervekkel. Nemrég azt posztolta a frontról, hogy ismét megölték két bajtársát. Stanislav különben az unokanővérem fia. És az unokanővérem nem tudja, hogy látja még valaha élve a fiát, akit féltő gonddal nevelt. Tisztelt képviselő urak, hölgyek, tisztelt szószólók, engedjék meg, hogy most néhány másodperces néma csenddel emlékezzek meg az Ukrajnában dúló háború ártatlan áldozatairól, felnőttekről és gyerekekkel egyaránt.
Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt házelnök úr, tisztelt miniszterelnök helyettes úr, tisztelt miniszter hölgyek és urak, tisztelt államtitkárok, tisztelt képviselő urak és hölgyek, és tisztelt nemzetiségi szószólók. Szeretném még egyszer megköszönni önöknek az eddigi és a jövőbeni segítségüket is, amit Ukrajnának és az ukrán népnek nyújtanak. És bízom benne, hogy innen, az országházából a köszönetem eljut az önök által képviselt településekre is, minden magyar emberhez, aki baráti, segítő jobbot nyújtott az ukránoknak. Annak a népnek, aki a szabadságáért és a függetlenségért harcol. Végezetül engedjék meg, hogy azt kívánjam, hogy Isten óvja Ukrajna védőit. Isten óvja Magyarországot és Európát ezekben a vészterhes időkben. És Isten áldjon meg minden segítő, jó szándékú magyart. Köszönöm szépen!